Több ezer méter fonnal és 15 000 darab kulcs kell egy tökéletes alkotáshoz. Chicharu Shiota japán művész szerint az alkotó legújabb installációjának helyszínéül Szentendrét választotta. A vendégeink a témában Hámori Gabriela színésznő, aki a kiállítás háziasszonya, és Gulyás Gábor, a Ferenci Múzeum igazgatója. Jó reggelt kívánunk! Még egyszer, hogyha vétettem volna a névben, akkor nyugodtan ki lehet engem helyesbíteni. Chiharu. Jó? Jó? Chiharu Shiota, japán művészről van szó. Mi ez az installáció, vagy mi ez a kezdeményezés egész pontosan? Hát ez egy helyi specifikus installáció. Talán onnét érdemes kezdeni, hogy Velencében van egy nagy képzőművészeti seregszemle, a legnagyobb látogatottság, és talán a legnagyobb ilyen. Itt a tavalyi évben Japánt Chiharu Shiota képviselte egy nagy installációval. Szerintem ez volt a legjobb mű ezen a Biennálén, úgyhogy meghívtuk Magyarországra. Ezt láthatjuk most egyébként, és a nézők is láthatják. Ez az, amiről beszélünk, ugye? Igen. Így van. Illetve itt is láthatja. Gabriela, miért álltál a kezdeményezés mellé? Tehát, hogy nyilvánvalóan van valamilyen, vagy volt valamilyen első benyomásod, amikor erről tudomást szereztél? Igen, alapvetően ez nem önmagában ez a kezdeményezés, hanem egy hosszú távú együttműködés a Ferenci Múzeumi Centrummal. Én kvázi az arca vagyok, vagy szóvivője. És most ketten ülünk itt, hogy beszéljünk pont most erről a kiállításról, de ez így a jövőben is már előzőleg is megtörtént többször. Ez a kiállítás, ez az installáció nyilvánvalóan lélegzetel állító, és különböző rétegei vannak, tehát az, aki nem látott még, vagy nem élt át ilyesmit, az is biztosan fog benne találni olyat, ami miatt ott fog maradni ebben a térben, és hát nyilván az is, aki gyakorlottan foglalkozik képzőművészettel, esetleg rendszeresen látogatja a Biennálét, nagyon fogja értékelni, hogy itt jár nálunk ez a művész, és itt alkot. Mi a lényege annak, hogy ennyi kulcsból áll, hogy ennyi... Tehát mit szimbolizál ez, hogyha, nem tudom, a rétegeket említette a Gabi, akkor egy-két ilyen réteget említsünk meg. Hát azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb téma, ami bennünket is érint, az az idő. Ez az időhöz kapcsolódik, pontosabban az emlékezéshez, a különböző emberek közötti kapcsolatok megidézéséhez. Tehát a kulcsok, amiket installál a művész, azok egy-egy történetet jelenítenek meg. Nagyon sokszor a kulcsokat beadó emberekkel is mondják a történetüket, vagy megírják. Egy nagy különbség mondjuk a velencei installációhoz képest, hogy ezek a kulcsok, ezek magyarországi kulcsok, ezeket itt szedtük össze mind a 15 000-et, úgyhogy magyarországi történetek jelennek meg, és nem pedig valamilyen külföldi. Hogyan tudták összeszedni a 15 000 kulcsot? Hát hatalmas nagy összefogással, nagyon sok, nagyon jó partnerünk volt, rengeteg helyen gyűjtöttük a kulcsot. Az előzetes számítások szerint megvan a 15 000, de szombaton lesz majd a pontos összeszámlálása ennek, úgyhogy de bízunk benne, hogy megvan. Te is hozzájárultál kulcsra? Még nem, nekem vidékről kell még elhoznom egyet. Még nem, egy nagyon régi épületnek a kulcs, egy nagyon régi kulcsot. Elmondod azt szeretnék. A történetet, hogy miért pont azt a ez az épület már nem áll, ez a nagymamámnak egy ilyen fontos helyszín volt, tudod, vidéken vannak ilyen épületek. Semmi nagy vad romantika nincs mögötte, a nagymamám személye. Nagyon, hát igen. Nem is vadromantika, de az igen, egy jelentős hát persze, szegmense az életednek, persze, hát azért ez egy igen, fontos, igen. Fontos dolog. És te hogyan, tehát ugye azt mondod, hogy nem csak egy alkalom, hanem te a háziasszonya is vagy gyakorlatilag ugye a múzeumnak, meg a szóvivője. Hogyan szeretnéd, vagy mivel tudnád az emberek figyelmét felhívni arra, hogy menjenek el erre a kiállításra? Hogy hogyan? Hát mindenféleképpen... Mi lenne az, amivel szerinted minél több embert be lehet csábítani? Remélem, hogy egyáltalán már azok, akik a kulcsokat küldték, kíváncsiak lesznek, hogy hova kerül ez a tárgy. Esetleg a hozzátartozóik, úgyhogy már szerintem ez így egy nagyon, nagyon nagy tábor. És szerintem önmagáért beszél, tehát én nem tudok emellé egy reklámszöveget adni, vagy tenni. Egyszerűen nagyon-nagyon fontos az, hogy az ember ilyen dimenziókat átéljen. A hétköznapi életben ez szóval lehetetlen, és nagyon kivételes emberek azok, akik ilyen installációt képesek átlátni és összerakni. Úgyhogy ezt tudom mondani, hogy ha szeretnének egy picit kizökkenni a hétköznapiságból, akkor töltsenek ott 10 percet, sétáljanak Szentendrén, és menjenek be ebbe a külön világba. Tehát akkor szombattól látható? Nem, szombaton összeszámoljuk a kulcsokat. Szombaton összeszámoljuk, és május 12, igen. Szóval ezt meg kell építeni, hatalmas nagy munka, tehát ez a 3000
gombolyag és a 15 ezer kulcs, ez csak az alapanyag, tehát ebből össze kell, hogy álljon egy installáció. Nagyon sok ember fogja építeni, sokan jönnek Siotáék, tehát az ő stábjából jönnek emberek, és mi is adunk hozzá még 10 embert. Én is szeretném építeni. 10 napig építjük. Úgyhogy azért ez egy, azt gondolom, hogy egy nagy munka. Én azt hiszem egyébként, hogy ami működött Japánban, Olaszországban, Németországban és máshol, az valószínűleg működik Magyarországon is. Mindenhol nagyon népszerű volt ez a kiállítás, és arra számítunk, hogy nem kell ahhoz feltalálni a spanyol viaszt, hogy itt is ugyanúgy működjön, mint bárhol máshol a világon. Hát legyen így. Nagyon szépen köszönöm, hogy be tudtunk róla számolni. Köszönjük.